Sziasztok! Ez itt a semleges térfél szokás szerint, Kolárik József fel És Fürgyes Szabolcsóval. És miután ma szombat délelőtt van, az idézet ehhez fog igazodni, és az intro után majd meg is fejtjük. Az élet sokkal inkább hétfő reggel, mint szombat este. Intró! Intro. az idézetnek nem feltétlenül lesz, vagy van köze a témánkhoz, de annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ugye hétvégenként nem túl szokásos jelenség ez a fajta műsor, amit egyébként hétközben megszoktatok tőlünk. Ellenben, hogyha megnézitek, lájkoltok, like megosztjátok, illetve esetleg még pénzbeli támogatás is nyújtotok nekünk, akkor a hétvégi えー、uh Beszélgetős páros műsort is ö, felvesszük a napi rendre. Amennyiben meg nem, akkor bedúzzogok. Akkor, akkor hétfőre kell lesz? <gül> Igen, <gül> akkor az inkább tényleg az élet sokkal inkább hétfő reggel, mint szombat este. Ezt hozzáteszem most statisztikailag pedig kimutatható, hogy ugyanannyi hétfő reggel van, mint szombat este, ugye? Na, idő, gyors sejtem. Lehet. lehet. <laughs> van lehet. ebbe valami. Szóval kérjük a hozzászólásokat mindenek előtt. Most olyan téma lesz egyébként, és amihez szeren, szerintem érdemes lesz hozzászólni. Nevezetesen itt a, ugye elhangzott a, a fradi ö, mérkőzésével, nemzetközi kupa, kupa mérkőzésével kapcsolatban, hogy nem értettük a, a Kievnek ezt a fajta összeomlását. Na most utána néztünk egy kicsit a, a dolognak, és meglehetősen érdekes, meglehetősen érdekes. Mm, dolgokra találtunk, de először azért... Megint a technikai információ? Nem. Egy kis, egy kis izé. Egy kis... baszom? Ö, nem, lesz itt minden. Most ez egy ilyen hétvégi vegyes felvágott. Ö, hát Márjál, a... Veszem elveszem elő. <laughs> Erős paprikát hoztál? Nálam van, bicska. <laughs> Ö, nyitogatom is itt a zsebembe. Na, szóval... Öm... Ugye volt tegnap egy mérkőzés, egy... Igen. Pari MTK. Hát pff, ez úgy oda volt éve, hogy kell. Igen. És Majd ki... csináltam, Igen. egy, csináltam egy összefoglalót belőleg, föl is raktam, hajnalban természetesen, mert nem nagyon volt időm aludni az elmúlt éjjel sem, úgyhogy egy picit bealudtam a mérkőzésen, és utána Természetesen hajnalban, mert nagyon fontosak vagytok nekem, illetve maga a magyar foci is, ezért fölkeltem ilyen kettőt, és megnéztem a mérkőzést. Hát így van, úgyhogy most megint ott tartunk, hogy megint nem aludt. Tehát hogy ez így tök jó, ennek soha nem lesz vége. De elhoztam most az edzői értékeléseket, és szeretnék belőle ezekből idézni egy-két gondolatot. Timár Krisztián azt mondta, hogy nem teljesen erre készültünk. Tudtuk, hogy az MTK egy nagyon jó csapat, most is bizonyította, hogy egy-két érintővel nagyon jól tud játszani. Arra számítottam, hogy hamarabb belerázódunk ebbe, és bíztam benne, hogy a megszerzett labdákkal jobban sávfárkodunk. Ugye az elején ez a, a – te minek nevezted el – Spariki Kendras, igen, igen. ez a Spariki Kendras, ez annyira nem működött tényleg. Azt mondja Timár Krisztián, hogy fejben kicsit lassúak voltak, de egyébként jól küzdöttek, és az MTK végig nagyon jól játszott, és azt mondta, hogy persze azért volt ebben egy kis szerencse is, azt már csak én teszem hozzá, hogy szerintem ezért a szerencséért egyébként megküzdöttek. És hát még azt is mondta Timár Krisztián, hogy öröm volt ilyen szép számú közönség előtt játszani teljesen igazad van, ez a stadion, ez biztosan jó helyre épül. Azt tudko. Tehát érdekes, hogy a győztes csapat edző azt mondja, hogy hát nem pont erre számítottak. És igen, a horváth Dávid azt mondta, talán ez lett kiemelve, de szerintem ö, a nyilatkozat többi része megadja a magyarázatot. Tehát az lett kiemelve, hogy finoman szólva sem tükrözi az eredmény a mérkőzés képét, illetve azt az erőfeszítést, amit tettünk azért, hogy helyzetbe kerüljünk, vagy gól szerezzünk. Na most azért a többi része is érdekes ennek a nyilatkozatnak. Hogy abban a 15 percben, amikor Egálos volt a meccs, akkor a Nyiregyháza tudott élni lehetőségeivel, és meg tudta nyerni a mérkőzést. Ez a 35. perctől a szünetig volt. Előtte és utána azt játszottuk, amit kell, és igen? Tulajdonképpen nem mondott hülyeséget, sőt, hát csak ugyan mi maradt ki, amitől sem a bors az egész. Tehát hiába van egy jó csapatjátékot, hiába jó az elképzelés, jól viszed pályára az elképzelést, de ha nem tudsz gótlőni, akkor. Szép lehetsz, de akkor okos nem? I így van, és én azt mondom, és ezért volt jó a mérkőzés, mert mind a két csapat önézönosan játszott, mind a két csapat jól játszott, és még akkor is, hogyha az edzőket adott esetben meglepte, és nem pontosan erre készültek, de én azt mondom, hogy nagyon sok ilyen mérkőzést szeretnék látni az nb 1 ben Egyetértek. Tehát hangulat, atmoszféra. Tehát mi nem a mérkőzés eredményéből vezetjük le, hogy jó volt egy mérkőzés, vagy nem. Persze nagyon fontos ez, ez is, de önazonosak voltak a csapatok. Szórakoztatták a közönséget, és úgy tudtak jól és szórakoztatóan játszani, hogy közben eredményes is volt a csapat. Igen, a Józsi az előző videójához, ahol a, a, amelyben erről a mérkőzésről beszél, ott ö, alá ö, berakta a, a fordulóval kapcsolatos várakozásról szóló igen, igen, videót, igen, 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 igen. és odaírta, hogy jól tippeltünk. Ja, de ez még csak az első meccs volt. Persze, persze <laughs> belejavítottam, belejavítottam, <laughs> hogy erre a mérkőzésre, de én körülbelül ezt az eredményt vártam, mert annyi, sokszor annyi annyira pekes volt a nyíregyháza. Annyi energiát tettek egy-egy meccsbe, és csak nem jött a gól, csak nem jött a győzelem. Volt, amikor utolsó pillanatban kaptak ki, persze az ottani ellenfél is megtett mindent a győzelemért, de azt gondolom, hogy most egy kicsit kiegyenlítette a Fortuna ezt a dolgot. Tehát az, amit eddig bukott a Nyíregyháza, most biztos, hogy megkapta, de azért, mert tettek érte, nem csak csapatként tettek érte, hanem a közönség is, meg az egész pozitív atmoszféra, ami ott körüllengi a, a, csapatot, ezért lenne jó, hogyha több ilyen csapat lenne. Mert mind a két csapatról el lehet mondani, az MTK-ról is, és a Nyíregyházáról is, hogy magyar edző dolgozik, magyar edzőt hagynak dolgozni, van feléjük türelem, és van feléjük bizalom, ami nagyon fontos. És a bizalom nem csak a szakvezetés részéről van meg, hanem a közönség részéről is. Tehát ez egy olyan összetevő, hogy ilyen környezetben öröm dolgozni. Tehát az MTK-nál, tudtuk mindig is, hogy az MTK-nál általában a történelme folyamán mindig türelmet adtak a, a csapatnak, hiszen ők általában fiatalokkal dolgoztak. Nyíregyházán pedig nem új keletű dolog ez, de biztos, hogy meg fog honosodni, mert látják, hogy van értelme, honnan jöttek, Másodosztályból jöttek, egy ambíciózus mondjuk azt, hogy hát hozzám képes, biztos, hogy fiatal a Tímák Krisztián, de fiatal edző nem is tapasztalatlan, van külföldi tapasztalat, és nagyon jó pedagógus, ahogy ezt láttuk tegnap. Igen, és uh, itt a szemünk előtt uh történik meg egy olyan folyamat, hogy végre úgy látom, hogy talán elindul egyfajta olyan generációváltás, ami nem csak életkori váltást jelent feltétlenül, hanem szemléletbeli különbséget, ö, és végre a, az én majd úgy is jobban tudom edzők, azok talán kikopnak a, az MB1 tájáról, és az MB2-ről, és ha már itt tartunk, a Szent Lőrinc az azért mostanában igen jó az MB2-ben, és hát ö, most négy hónapig egyedül edzett otthon Szivacski Donát, aki a Szentlőrinc tagja lett öm, ezennel, és ö, hát ő ugye volt a Vasas mezőkövesd, de el az élvonalba Kecskeméttel is, és aztán én a, a, Vasasnál figyeltem föl rá, nekem nagyon tetszett így a játék a jó, jó pár évvel ezelőtt, és ő is valahogy oda tartozik, hogy valahogy az... szóval örülök neki, hogy Szent Lőrincre szerződött, és hogy minden jót kívánok neki, de nem, ez az igazolás nem az a, neki már bejött az élet. Ez látszik is egyébként ezen a, ezen a fényképen, amit ugye a klub közölt. Mosolyog ő, csak nem annyira őszinte. De, de legyen neki, ez nagyon jó az a klub, és, és tényleg sok sikert neki. Úgy szintén, és még ebben a vonulatban, amit az előtti témáról beszéltünk, fiatal edzők, fiatal szakvezetők, fiatal sportigazgatók. Tehát amit a DVT-ken is látunk, hogy legalább egy egy pozitív dolog elindult. Helyek köze ezek voltak már régebben is. Tehát egy pár évvel ezelőtt elindult itt egy kis ö, futballforradalom, ott egy kis futballforradalom, de nem hagyták végig menni sehol. Tehát ezt mindenkinek észben kell tartani hogy ez, ezek évek folyamata. Ezért mond, mondják sokszor azok a szurkolók, hogy mennyi évet elvesztegettünk. Igen, mi is úgy vagyunk vele, hogy rengeteget évet elvesztegettünk. Rengeteg ember ment ebbe tönkre, Lásd Ferencia Attila, de most már remélem az ő áldozatuk, mert ezt mondjuk annak, hogy áldozatvállalással jár el egy ilyen, jár egy ilyen dolog, hogy bizony a, mindenki mozduljon ki a komfortzónájából végre. Mert nem fog az önünkbe hullani a bajnokok ligási jelleg, hanem egyszerűen el kell kezdeni az érdemi munkát. Az érdemi munka pedig tényleg az alapoknál kezdődik, amit most egy, egy jó pár helyen egyszerre elkezdtek. Igen, igen. Tehát, és ha és ott van példának, most kiváló példa erre a szoboszlai Dominik. Ott van egy kis szellemi műhely, ahol elkezdenek dolgozni, mert. mert Látják a hibákat a rendszerben. Nem foglalkoznak senkivel, és elkezdi kitermelni a tehetségüket, és most már szerencsére ott a szoboszlai Dominik, és föl tudják mutatni. Mert ha csak nem ilyen start neveltek volna ki, hanem a Bundesliga-ba termeltek volna ki játékost, vagy ide, vagy oda, akkor ugye ismerjük ezeket a hagyjad már, Hát a válogatottból ott van még két játékos a Szoboszlain kívül, aki szintén innen került ki, azt de... jegyezzük meg. Igen, Jó, igen. hogy nem Premier League játékosok, de hogy hello. Te tagja például Bolla, szerintem egyre inkább a, alap csapattag lesz. Tehát ráadásul össhangmon összhangban is vannak. Tehát ez a, ez a, a szoboszlai példáján szerintem mindenkinek okulnia kellene és tényleg hagyni dolgozni. Mostantól ez a szurkolóknak is. Én is 50 éves vagyok. Ha valaki rohadt türelmetlen, én az vagyok. 86 óta várom, hogy történjen már végle valami. Tehát legalább egy, Isten bocsássa meg, ezt mondom, én nyilasik a termeljünk már ki, Európa klasszisokat. Tehát van ebben a népben tehetség, csak valahogy a futballban nem tudom. Tehát ki tudunk termelni jégkorokban, kézilabdában, úszásban, tehát mindenhol ki tudunk termelni, ebbe a rohat fociba nem sikerült. Azért, mert nagyon sokan rátelepettek, túlságosan sokan éltek belőle, túlságosan sokan éltek belőle, jól, hogy ne történjen semmi. És istenítünk Csank Jánosokat és a több ilyen embereket, akik semmit nem tettek hozzá. Mert a magyar bajnokság nem szint. Igen, és egy másik megközelítés, ha Jobban belegondolunk, ugye az elmúlt X évben, mondjuk 2010-11-12-től az infrastruktúra abszolút a helyére került, minden feltétel adott, pénz, paripa, fegyver és mi mindig azt mondtuk már az utóbbi időszakban, hogy ez mindez nagyon jó és szép, tehát hogy uh, szuper, csak egy dologban nem történt előrelépés, uh, itt a fejekben nem történt előrelépés, de úgy néz ki, hogy lassan ennek is eljön az ideje, és nem szabad nem észrevenni, hogy ezek a dolgok történnek. Nem szabad azt mondani, hogy jó, jó, és akkor majd ezért mit tudom én. Tehát, hogy meg, meg nem szabad ehhez úgy hozzáállni, hogy nem adunk ö, ö, nem adunk hitelt, vagy lehetőséget ezeknek az embereknek, mert, mert akkor nem fog változni semmi. Hát akkor én, biztosan nem. Hát hát igen, tehát, ha meg se próbáljuk, akkor... Hát itt tulajdonképpen azzal hasonlata tudnék élni, hogy van egy japán hiper, modern, szuper gyártógépsorunk, és mi mit gyártunk? Roncs trabantokat. Tehát, hogy, minden megvan már, már szerintem évek óta megvan minden, csak azok a fejlesztő mérnökök, akik e, tudnának e, hasznot termelni, azok vagy külföldön vannak, vagy nem engedik oda, ó, bezárták őket az öltözőbe. Igen. Tehát, hogy most már engedjük oda őket, fiatalok, és azok, akik eddig hogy úgy mondjam ebből, éldegéltek szépen, menjenek nyugdíjba, nem kéri őket senki számon, csak takarodjanak már a francba innen. Hát azok a fiatalok, mint például ezt az előadását is a dvtk es fiatal sportigazgatónak végnéztük, ment már természetesen a legyingetés. Hagyjad már, mire? Hagyjad már! Ez a szokásos ezt felejtsük már, ezt a hagyjad már. Legalább Nézzétek meg, hogy mit csinál. És nem 5 perc alatt lesz, ezt a magyar focit sikerült 5 perc alatt tönkretenni, hanem 20-30 év kőkemény akna munkájának sikerült a teljes nihilbe visszataszítani. Nem azt mondom, hogy 20-30 évet kell várni, de jó pár évet, és valami, a mérföld köveket, azt nagyon meg kell becsülni. Ha kijön egy korosztály, mondjuk, mondjuk a Diós Györnél, aki nem első lesz, hanem dobogós, megnyeri a Magyar Kupát, vagy akkor azokat rohadtul meg kell becsülni, és nem azzal kell foglalkozni, ja, hát ennyi pénzből én is megcsináltam volna, és akkor megteszem, akkor miért nem csináltad? Igen, és még egy fontos dolog. Ha, és mert, nek, mert, nekünk vannak sajnos tapasztalataink. Nem nekünk csak, hanem mi, nekünk minden mindenkinek. Mindenkinek persze. Ha netán feltűnne egy verebes a színen, Uh, igen. Azt pontosan tudjuk, hogy, hogy nem szabad kezelni ezt a dolgot, amikor egy 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 futballzseni megjelenik a, 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 az edzői ö, színpadon. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy az, ami Verebes Józseffel történt, na, pont úgy nem szabad bánni senkivel, aki valami hasonlót ö, képvisel, mint ő szellemi szintet a, a labdarúgásban. Úgyhogy én azt mondom, hogy ö, ha csak annyit megtesznek egyébként a futball vezetői, hogy, hogy azokat a hibákat nem követik el, amit eddig, mert eddig minden hibát elkövettek, ami létezik. Tehát újabb hibát már nem lehet véteni. Újabb hiba, nincs, ismételni lehet a hibákat, de már annyi helyen elrontották ezt az egészet, hogy új dologgal hibat szintjén nem lehet előállni, csak vissza kell tekinteni, meg kell nézni azt, hogy mi és hogy történt, és azt kell mondani, hogy na, akkor mi pont így nem csináljuk. Ami a legfontosabb lenne az MLS szempontjából, ami a legnagyobb hibákat, amikor elkövették. Ugye megy az útkeresés. Megy a lab magyar labdarúgás útjának a keresése. Nem kell itt keresni. Minek? Előfizettünk az árkánumra, és ott az út. Ott van az út, amit követni kell a, a kezdetektől kezdve. Teljesen mást írtak 1925-ben, mást írtak 1945-ben, mondjuk a magyar fociról, és 54-ben is, de az út az ugyanaz volt, egy fejlődési folyamat volt, nem tértek le róla. Már akkor is változott a futball, persze jött ilyen VM rendszertől kezdve hasonló, de a magyaros stílus mindig megmaradt 50-60 éven keresztül, mondjuk 1967-70-ig és akkor tértünk le az útról, és keresjük, először kerestük a szovjet iskolát, aztán kerestük a jugóiskolát, most újabban német, holland, belga, brazil, és a többi. Amikor ott van egy magyar út, csak annyit tegyetek már meg, kedves sportvezetők, aki nem olvasott, fizessetek el az Árkánumra, és a régi magyar futballkönyveket keressétek, és ne a nyelvezetével foglalkozatok, ne hát az... Hol van az már? Már múzeum? az alapokat nézett, a gondolatiságot keresétek benne. Nekünk foci szurkolóknak ez sikerült. És biztos vagyok, benne, persze mi nem vagyunk labdarúgó hát, szakemberek. még az mls is sikerülhet. Még nekik is sikerülhet, de nekik csak annyit kellene csinálni, hogy csak az ott állnak az ajtóba, hogy mondjuk egy ilyen Vági Márton ne csináljon semmit. Egyébként, csak álljon félre az útból. Egyébként olvasni hasznos, én ezt, ezt tudom mondani. És hogyha jobban belegondolunk, említetted ezt a 67-70 Marseille ugye? Jönnek a csesztovákok. Igen. Utána, hogyha megnézzük, volt a 70-es években egy olyan ö, újpesti dózsa, amelyik, tudom én, egymás után 7 lett bajnak, vagy 8 nem is tudom, tehát rengetegszer, mindegy. Miért? Azért, mert ott még a Göröstiti, a nem tudom, a, a Bene, az akárki, akik ott voltak, a, a, az edzők, még át tudták menteni azt, amit még, még, még a régmúltból át lehetett menteni a magyar stílusból. Utána, hogyha megnézitek, Fehérváron Kovács Feri bácsi. Ha megnézitek utána, Verebes. Amikor voltak ilyen ö, sikerek, am, amik voltak azóta ebben a nem tudom már most 50 évben, ö, azóta mindig az volt, hogy pont olyan edzők, olyan egyéniségek voltak, akik kilógtak az akkori kánomból, de úgy lógtak ki, hogy érdekes módon valahova és valahogyan a magyaros futballhoz nyúlt vissza mindegyik, valamilyen kapcsolata mindegyiknek volt, mondjuk a Aranycsapat, MTK, Ö, annak idején a stílusok csatája MB1-hez valamilyen ö, ö, szellemi kapcsolata, ö, ha fizikális nem is, de szellemi kapcsolata mindenképpen volt, és ha ez, erre valaki azt mondja, hogy ez hülyeség, meg belemagyarázás, annak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy hasznos az olvasás. Na de, térjünk vissza a mába, jó? Mert hogy ma ö, fél kettőtől zete felcsút, 4 órától DVSC, etógyőr, Győr, 18.30-tól Újpest Paks. De mondom tovább, aki esetleg mazohista, ugye, az nézhet Premier League-et, Brentford Burnmouth 4 órától, Kerkez Milossal a főszerepben. este 9-től Liverpool Aston Villa, Szoboszlai Dominikkel. Aztán 13.30-tól Cardiff City Blackburn Rowers, Tóth Balázs. 4 órától Derby County Plymouth, Szűcs Kornél. És League One-ból Stockport Bolton Wanderers, Sűn Szabolcs. Ezeket az utóbbiakat nem közvetítik, viszont a Brentford bournemouth illetve a Liverpool Aston Villát. Igen, tehát... A streamen az... meg lehet nézni mindegyiket. Hát, de streamen persze meg lehet nézni. Ciprusban lesz, vagy Cipruson, bocsánat, 18.30-tól Árisz, a Nortosis. Nem baj, ha erre nem keresek valami rá. Ez betegség lehet, uh, nem? Baszky, igen, nem? Igen, igen. Tehát, hogyha ezt rá el, elolvasod a, a Szigorúan leleteden, gyur... akkor szerintem már nem egy ilyen tartós lehet. Szigorúan Szerint. Cipriótáknak és Gyurcsó Ádám rajongóknak. I igen, 18.30-tól, 19 órától Ajakatén, Asteros Tripolis, az Asteros csapatában szerepel Ádám Martin, Németország Bundásliga, RB Leipzig, Mönchengladbach 18.30-tól, ugye Gulácsi Péter, Vili Orbán, aztán Bundesliga 2 1 órától, Darmstadt, Hertha BSC, Dárdai Márton, Dárdai Palkó, Olaszország Széria, Venecia, Párma, ezt viszont lehet, hogy megnézem. Igen, Varga Botond, egyébként a Balog, Lipcső, Mönchengladbach, Balog. szintén lesz, miért, mit mondtam? Vargát boton igen. <laughs> 1830 30 tól a Bundesliga-ban, ami lesz, hogy a Liebchener... a Gladbach azt is közvetítik úgy egyébként. Akkor lesz egy poliás sepsi OSK Sigér Dáviddal ugye, a sepsiben, illetve egy euh... azt hagyjuk. Igen. igen. <laughs> De jó csapatot választotta, Istenem, -e Zsóri Igen, akkor Skóciából Motherwell, uh, St. Johnston, motherwell ben játszik Hegyi Krisztián. Ja, egyébként St. Johnston szurkókat találkoztam a meccsen. Igen. 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 <laughs> Szaúd-Arábiába, Szaúdi Pro League, ja, egy erről akartam mondani valamit, itt az Alfatech al egy al az Al-Fateh-ben véd Szappanos Péter. Én, én, azt értem, hogy ott rengeteg pénzt fizetnek, és hogy a tök jó elmenni, és tényleg azt mondom, hogy ez egy, egy, egy valójában egyfajta ajándék a futbolistáknak, már amennyiben 50 fokban futbolozni ajándék, de mindegy. De egy könyörgöm, hagyjuk, hagyjuk, már meg a műsoridőt. Tehát ez, erre ne pocsékoljunk. Lát, játszhatott bármilyen világsztár. Én a múltkor arra vetemettem, hogy elkezdtem nézni egy ilyet, ahol egyébként tényleg volt, vagy jelenleg is világsztárok játszottak. Hát tudjátok mit? Megyek ettől. Szóval teljesen hagyjuk az egészet. Hát Bohóckodás. Egy fél idő, mondjuk 60 perc kb. a fetrengések miatt. Igen. Borzasztó. Hát de ugye az, az van, hogy azért fetrengenek, mert annyira meleg van, hogy addig, addig legalább lehet, hogy levegőt tudnak venni, vagy valami. Én 15 Igen. kilót folytam egy hónap alatt. Úgy... Meg se éreztem ilyen időben. Igen. Szlovákiában állítólag. Uh, Niké Liga. Igen, az a neve. Igen, igen. Komáromi FC Nagy Szombat. Komáromban Nagy Gergő játszik, hát meg egyébként még... Hát ott mi az egész csapat magyar. Uh, igen, igen, tehát vannak még. Itt, itt most valószínűleg az állampolgárság alapján. Mm. Illetve uh, Szlovénia a Prva Liga, 17-30 tornafta, lentva bravo Nafta. Látod, tehát itt, itt aztán... Naftalin. Na, igen. Naftalin úr, Csóka Dominik, Dragonráron, Kárnoki Kis Zsombor, Klaus Milán, Senkó Zsombor, Szalai Szabolcs. Úgyhogy még Törökország Super lig, Rizespor, Trabzonspor, Mocsi Attila Rizespor játékosaként megtekintető. Úgyhogy van itt bőven néznivaló, nem kell foglalkozni. Hát nősemberek. Igen. Rögtön kezdődik a vállásjuk. Igen, tehát végül is lehet egész nap is meccset nézni, vagy egész, hát olyan dél egy órától már lehet nézni. Na de ami a fő témánk. És nem vidám, sajnos. abszolút nem vidám, és úgy gondoltuk, hogy nagyon sok ok miatt kell vele foglalkoznunk. A Dinamo lesz most szó, Ugye négy nórra elvesztették a fradi ellen, a mérkőzésüket. Nem értettük azt a dolgot, hogy miért zuhantak annyira össze. És itt olyan dolgokat találtunk, amiből egyrészt nekünk nagyon alaposan tanulnunk kell, és nagyon oda kell rá figyelnünk, illetve bizonyos szempontból magunkra is ismerhetünk. Igen. Még abszolút... csak nem is görbetükör. Igen, igen, igen. Ugyanis a lapok gerinctelenségről írnak, és hasonlókról, tehát maguk a lapok. Összeszedték itt a, egy elemzőjük. Ott van írva. Igen. Andrei Shakhov. Igen, aki a dynamo.kiev.ua oldalon jelentette ezt meg. Ez körülbelül az ülői 129-nek felel meg ottani verzióban. ső hogy ő miket mondott? négy pontba szedte össze, akaratgyengeség, egyéniségek hiánya, alapelvek, erkölcsi tartás hiánya, gerinctelenség. Sajnos ez egy olyan téma, hogy akarva akaratlanul egy belecsúszik a politika, mert egy ilyen nagyobb vereség után ugye minden magyar lap ugyanezt ír. nem mindegyiket, mert mondjuk az akaratgyengeség, egyéniség, ez abszolút így van. Tehát, hogy egy nagy vereség ez általában ezt tükrözi. Na de ami utána következik, az alapelvek, az erköcsi tartás hiánya, az egy nagyon rossz kontextusba helyezi az egészet, mert tudjuk, hogy mi megy most egyelőre Ukrajnában, de ez a véleményvezér, szakíró, ez abba az irányba vitte el, hogy ezek a srácok, mármint az ukrán játékosok, hazvárulók. Ö... és egy kicsit, bocsánat, körülbelül úgy, körülbelül azt várná el ez a szakíró, hogy bánjanak úgy a játékosokkal, mint például Észak-Korea, amikor a labdarúgó világbárságra hazamentek, és mindenki kényszer munkatáborba került. Igen, és ö, látni kell, és akkor egyből mondom, a, hogy miért kell itt miért ismerünk itt magunkra. Amikor 54-ben csak az ezüstérmet szerezte meg a magyar válogatott a világbajnokságon, milyen volt a fogadtatás? Hát nem szálltak le, vagy előbb szálltak le a vasútállomáson, inkább Kelemföldön, mert egyébként lehet hogy, lehet, hogy még akármi is lett volna. Igen, és vajon ez úgy történt, hogy ültek az emberek a rádió előtt, és akkor így, így felhergelődtek, hogy mi az, hogy nem nyertünk? Nem, nem így történt. Nem, hanem felhergelték őket. Igen, és itt pont, 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 ugyanezt, pont ugyanezt látjuk. És egyébként nagyon érdekes, hogy, Ja. Sahov azt mondja, hogy a korai ember hátrány az nem ö, hivatkozási alap. Ugye a Dubin csak ott 17. percben kiállították a, a kievi ö, csapatból. Mert pont egyébként egy nagyon érdekes esetet, a Sepszióáska esetét említi. Ez most volt? Ké két egy hét belül. Két, két hete, igen. Ugye a román bajnokság legutóbbi fordulójában a kettős ember emberhátrányban nem kapott ö, gólokat, hanem tartotta. Az egy-egyet a Petrolul ellen. És hogyha ők ezt meg tudták csinálni, akkor vajon miért nem tudta megcsinálni a Kiev, Illetve a saját példájukat is hozza, a Bajnokok Ligája 93-94-es kiírásában ember hátrányban három-egyre legyőzték a Komanna, Stolcsóva, Laudrupa felálló Barcelonát. Na! Minden mérkőzés más és más. És ami Jem. a legrosszabb az egészben, mert hogy van egy idióta, és aki ilyeneket írogat le, az, az hagyján. Na de belehergelte a saját szurkolóit, illetve másokat is, egy olyan helyzetbe, hogy néhány hozzászólást már töröltek ugyan, és sajnos most jön bele a politika, hogy a Szabolcsot kérdeztem, hogy szerinted melyik országok képviselői kommenteltek a legtöbbet ez alá a mérkőzés eredménye alá? nem fogjátok elhinni, az ukránokon kívül a románok és a szlovákok. Tehát olyan szinten fordult ez át magyar ellenességbe, itt a hozzászólások, hogy valami elképesztő. És amin a legjobban megdöbbentem, sajnos nem csináltam képernyőfotót, de már azóta ezt, ezt a konkrét hozzászólást törölték, hogy hogyan nem, tud egy, hogyan nem tudunk legyőzni egy ilyen ázsiai bandát, mi európaiak. Ezen olyan szinten fölháborodtam, hogy egyszerűen azt hittem, hogy nem kapok levegőt. Ezt már valószínű erősnek érezte a, az ukrán uh, Facebook oldal is, hogy ezt a, ezt törölték, mert utána olyan gyalázkodó kommentek jöttek ezekből az országokból, ami e egyszerűen, tehát az a legkevesebb egy páratot hagytak még, hogy most minden bizonyál a, ő, örül Orbán, Viktor és a többi, de na, látjátok, így kell hergelni. Más, és ehhez elég csak ennyi. Tehát lassan ennek a Facebook oldalnak, magának a Dynamo Kievnek a Facebook oldala hibássá lassan bennünket, akár még a háborúért is. Ö, igen, és le, még még nagyon sok dolgot szerintem ebben látni kell. Ö, hát egyrészt Rebrovot is megkérdezték a mérkőzésről, aki végül nem tudott ott lenni, nagyon érdekes dolgot mondott, hogy nagyon sajnálja, hogy nem Budapesten rendezték meg ezt a mérkőzést, mert oda minden további nélkül el tudott volna jutni, mert oda lehet repülni, de Hamburgban nem. Val mert valami fennakadás <coughs> volt. A... Re Rebrob már... De... De... Igen. Rebro már ugye megemlítette, amikor az arab országban vállalt szerepet, hogy ő majd kivont karddal megy Ukrajnát védeni, ami nem sikerült neki. Ugye azt mondta, hogy fölszed a hadsereg, de mégsem. Hagyjuk inkább a... Nem, de hogy ugye ő azt mondta, hogy az igaz, hogy ez a kiállítás ez sok mindent átírt. De, és, igaz, hogy a tíz emberrel kezdett, kellett futbolozni, és az európai porondon nehézé teszi ezt a dolgot, de amikor megkérdezték tőle, hogy akkor is nyert volna a Fradi, ha nincs kiállítás, ő azt mondja, hogy nem biztos benne, de hozzáteszi hogy a második fél időben azért azért igen csak összeállt a, a fradi játéka. Úgyhogy és hát ugye azt mondja hogy a, a, a két gól lélektanilag változtatta meg a találkozó képét. Na, és erre a lélektanra akarok én kitérni. Most az történt hogy Hát mindenki látta a meccset, vagy a legtöbben látták. Négy óra kikapott ugye a Kiev, Hamburgban, ugye otthoni azai pályán nem játszhat ebben a sorozatban, a Fraditól, és hát összeomlottak. Ugye azért kaptak hirtelen egy négyest, nem azért, mert tíz emberrel nem lehetett 11 ellen focizni, úgyhogy ne kapjanak négy gólt, hanem azért, mert lelkileg omlottak össze. Na de miért? Azért, és pont ezért emeltük ki ezeket a véleményeket, ezeket a hozzászólásokat, hogy amikor tudom azt, hogy ha nem nyerek, akkor gyakorlatilag legszívesebben ö, nem tudom, mit csinálnának velem, és ez a, ezzel a teherrel játszok a, a hátamon, azzal nagyon nehéz ö, együtt élni és teljesíteni ilyen nyomás alatt nem emlékeztet téged egy-két olyan magyar válogatott vagy klubcsapat helyzetére régebbről? De hogy nem, még újabban is. Igen, és akkor ez, ez, az egyik dolog. A másik dolog az, hogy én értem, hogy a hozzászólók azt írják, idézőjel, mert ott nem lehet használni, de nagyjából a lövészárokból, hogy de kérem, ezek az emberek ugyanolyan korúak, mint én. linít harcolok meghallnak a bajtársaim, ők meg kapnak jó fizetéseket, futballoznak, a, a, a kedvükre élnek, és akkor lámlám, -lám, hogy teljesítenek. Ez, értem ezt a fajta Abszolván megnyilvánulást, megérteni. és nagyon szörnyű, rettenetesen szörnyű, hogy ez így van. Ugyanakkor azt látni kell, és ez a, ugye ott van a másik Kirakat csapat. Melyik a Dnipro? Hát most már nem, mert annak megszűnt. Akkor a. a sáktár, bocsánat. A bocsánat, a sáktár. sáktár. Igen. A, kiderült, hogy a sáktár egyébként jól teljesít viszonylag nemzetközi szinten is. A érdekes módon 11 légiós van. Itt ugye pont arról volt szó, hogy itt csak hazai játékosok vannak. Igen, és ez áldás is, és egyben átok Igen, is. és tulajdonképpen mi történik? az történik, hogy a, a sáktár, ugye ő vívben játszik, nem donyecben. az egy, hát úgy egy dolog, hogy mégis csak az országon belül van azért, de Ugye az a lényeg, hogy most, Pont azt a csapatot, ahol pont a nem légiósok játszanak, ebből fakadóan egy kicsit gyengébb csapat, ismerjük el. Pont azt szidják, és azt tekintik hazaárulónak, míg az a csapat, ahol, ahol légiósok játszanak, az, azzal most nincs semmi, mert ők hozták az eredményt. Ezzel csak annyit akarok mondani, hogy hát azért egy ilyen helyzet, ami most van ugye ott az országban, az látható, hogy mennyire tönkre teszi ugye, a társadalom egészét, hogy mennyire tönkre teszi a társadalmi kapcsolatokat, és hogy milyen összeesküvések vannak, vagy milyen összeesküvés elméleteket gyártanak ugye az emberek. És itt arra akarok visszautalni, hogy ugye itt is volt egy olyan Időszak nem is kevés ideig, amikor tulajdonképpen ha nem is volt már effektív háború, de valójában ezt a helyzetet éltük meg. Mi még igen részben igen. már mi is csak a végét. De, de tényleg ez a fajta társadalmi rombolás, amit egy ilyen ö, veszélyeztetett szituációban lévő társadalomban lehet tapasztalni, akár háborúban, akár nem. Ez rettenetesen káros a társadalom és ezt úgy mondom, hogy ez nagyon rossz, hogy ez így történik. És én együtt érzek azzal az emberrel, aki így ott a frontvonalról ír, meg azzal a focistával, és aki összeomlik úgy egyébként. Mind a, mind a kettő. Uh, tudok... Az egyénnel egyet tudok, egyet tudok, vagy együtt tudok érezni. Az, hogy most uh, akkor írjunk az UEFA-nak, hogy akkor legyen ez a meccs X, mert szegények, az más kérdés. A sport, az a az ugyanis pont, pont a háborút helyettesítő, valami, ahol egyenlő feltételek mellett, anélkül, hogy emberélet veszélybe kerülne, le tudjuk győzni a másikat vagy a másik csapatot. És ez a szépsége a, a sportnak, de látható ezekből a véleményekből, hogy annyira beleszűrődött a politik. És itt megint magunkra ismerek, nem kell a politikát bele keverni, és most mi azért keverjük itt mégis bele, hogy pont azért, hogy megmutassuk, hogy mennyire káros ez a, az egész, és hogy még majd lesz el. folytatás. Igen? Egy, hogy ne jussunk el idáig itthon. Igen. Tehát, hogy ezért mondjuk azt, hogy egy időben mi is képen, legalábbis magamról beszélek, én is azt képviseltem, hogy itt élethalál kérdése a futball sok szempontból igen. De akkor, amikor vereséget szenvednek a az vereséget szenved a csapatod, azt nem szabad úgy megélni, hogy, hogy ők most téged elárultak, mert ennyire viszont nem kell komolyan venni. Tehát ne jussunk el arra a szintre, hogy akár még, hogy hogy akár bántjuk a játékosainkat. Igen. Meg kurva nagy terheket rakunk rá, főleg egy, egy olyan kibontakozóban levő magyar válogatottnál, meg olyan építkező magyar csapatoknál, mondjuk mint például most az Újpest, vagy a Nyíregyháza, vagy a Diósgyőr, vagy az MTK, ahol folyik komoly építkezés, ahol megpróbálják azt a 30-40 éves Nihilt felváltani értelemmel. És csak még mindig ott van az a korosztály, mint az enyém, aki már annyit csalódott ebbe a rohadt fociba, annyiszor verték át a fejét, hogy már lassan elveszítettem a hitemet. Bocsánat, nem a fociban csalódtál? Ne nem, hanem azok, azokban, akik mindenféle ígértek, aztán nem történik semmi. Na, és itt, itt van egy nagyon fontos dolog, ami megint egy párhuzam. Sok hozzászólás, volt, amelyik két dolgot említett. A Dinamo a bajnokság megnyerésére törekszik, ezért elengedi a nemzetközi kupát. Pont tegnap volt az, amikor kiszámolgattuk, hogy a Fradi úgy nagyságrendileg eddig mit tudott keresni az Európa Ligás szereplése. Csak a főtábláról volt szó, az előtte lévő meccsekről, meg az, hogy még mi következhet. Ez nem volt szó. Ez vajon nem kellene Kievben. Pont Kievben nem kellene? Úgy kérdezem akkor. Pont abban a csapatban nem kellene, ahol csak egyetlen egy ö, légiós tudnak megtartani, ö, mert mert valószínűleg anyagilag nem tudnák ö, ö, megteremteni a lehetőségét, hogy többet alkalmazzanak, tehát nem nagyon hiszem el. Másrészt volt egy másik csoport, aki pedig azt mondta, hogy de nem baj, mert még a hátralévő meccseken 5-6 pontot fogunk tudni szerezni. Könyörgöm, mind a kettő önbecsapás. És ebbe az önbecsapásba emlékeztek a szalai Ádám beszédére? Ez az az önbecsapás, amit mi is folytattunk 30-40-50 éven keresztül, hogy de nem, most elbuktunk, de majd kiavítjuk. Ö, ö, most, a, most azért nem akartuk ezt, mert most mást akarunk, most elengedtük ezt a meccset, stb. Ö, nem, ezek, ezek, ezek mind önámítás, ez mind belemagyarázás. A Kiev fog játszani ö, otthon, illetve hát Hamburgban ö, ezek után a Pilsennel ugye a, a, a csehekkel. Hát, a csehek mostanság azért annyira nem ö, rettenetesek, én akárhogy, akárhogy is nézem, és hogyha azt nézzük, hogy, hogy most akkor, ugye amiről szó volt, ellenük kell pontot szerezni. Jó, mondjuk van esélyük, de akkor, ö, ugye... Mit mennek a Galatához? Mit, mit, tehát, hogy ha most ezen a meccsen, most nem akarom leszólni a Fradi-t, nem erről van szó, de hogyha a Fradi ellen Hamburgba, ami sajnálatos módon a kvázi hazai pályájuk, ugye, egy négyest kapnak, akkor a Galatasaray ellen mit szeretnének a Galata otthonában? De jézus, szóval, igen. az a csapat, amelyik így össze tudom lenni lelkileg. Hát az a csapat, kimennek a Galata stadionba, 50 ezer fanatikus szurkoló elé, és egyből elsírják magukat, vagy mi? Tehát, hogy akkor utána következik a Real Sociedad. Jezus. Nyilván Igen. esélytelen. És akkor utána van egy olyan csapat, aki ellen lehet, ez a Riga a rigai. Daugava, ez egy rigai valami. Hát gondolom olyan, mint egy riga motorkerékpár. Lehet, hogy itt van, mindig keverem a kettőt. Igen, tehát valamelyik. És ugye a, a lényeg az, és én azt mondom, hogy én, én én úgy gondolnám ezt az egészet, hogy, hogy ez egyrészt, persze én azt mondom, hogy sikerüljön nekik, nyerjenek mérkőzéseket, tehát nem erről van szó. M Miért fájna az nekem? Tehát, hogy nekem semmi féle érdekem onnantól kezdve, hogy a Fradival lejátszott a meccsét, történjen bármi. Én Azért is említem ezeket, meg azért hoztuk fel ezt az egészet, hogy egy olyan tükröt, és amit mondott Józsi nem is annyira görbe ez a tükör, ez mutat van. meg nekünk ez a történet, ami rávilágít arra, amit ről beszéltünk, meg amit mondtunk, hogy például az MLSZ-nek meg kéne néznie azt, hogy hogy nem szabad. Csak a saját történelmét kell az utóbbi 40 évbe visszaolvasni, és na úgy nem. Hát, uh, Mert miért? ezek voltak, ezek mentek. És hogyha most így az mls visszatérve, ugye az a kis futball forradalmak, ahol most felütötték a fejüket egy pár helyen, hogy ebben az MLS-nek partnernek kéne lennie. Tehát ezeket a srácokat, akik ezeket kirobbantották most idézőlesen, ezeket a srácokat kéne támogatni. És be kéne fejezni a, a, a különböző magánakciójukat, a futball kéne állni. Nagyon örvendetes lenne, ha Vági Márton válaszolna az e-mailekre. Azért ő a felelős a kapcsolattartásért. Tehát én nem egy szakvezetőtől hallom, hogy hiába van ötlete, hiába e mail a telefont, nem veszik föl neki, nem kapcsolják. vagy legyen más a kapcsolat. Aki, aki, de ne csak azért, mert ha mondjuk a most szintet mondok, egy egervári szintű volt régi motoros hívja föl, neki mindig kapcsolható egy 28-29-30 éves fiatalembernek, akinek lehet, hogy több nyugati tapasztalata van, mint az előzőeknek, esetleg még beszél nyelveket is, és volna egy jó ötlete, legalább hallgattassék meg. Legalább engedtessék meg neki, hogy tartson egy előadást mindenkinek. Én a számtalan szó javasoltam az MLS felé, még a Eriken keresztül, hogy ahogy mi a Zoomon keresztül itt csináltuk, a, vagy csinálják mondjuk a hamis 9 és a többiek. Miért nem lehet összehívni így egy... Miért csak a Csányi Sándor tarthat Zoomon keresztül előadást? Miért nem lehet úgy előadni ezeket az előadásokat, hogy kötelező bejelent, bejelentkezni a tulajdonképpen minden edzőnek, akár régiók szintjén. Nem kell ez a... a Magát ezt a, ezt a fajta tudást igenis át lehet adni, és igenis meg kell tanulni. Tehát most már nem lehet abban bízni, hogy Józsi bácsinak jó szeme majd megnézi ezt a gyereket. Tehát meg kell tanulni, rendszereket kell felépíteni, rengeteg pénzt áldoz, ez egyébként. Tehát a, a kormányzat, mert nem mástól jön ez a pénz, arra, hogy fejlesztés legyen. És ne csak azon, hogy most a, a szakmai vezetők kiutaznak egy-egy konferenciára milliókért, és semmi básból nem áll az egész, mert tudom, voltam én is ilyenen, nem mint vendég, hanem volt pofám és elmentem, készfogásokból áll egymás válveregetéséből, különböző szakanyagok cseréből, amit el sem olvasnak. Mert ha elolvasták volna, akkor például egy MLSZ-es szakelőadás nem lenne olyan nívótlan, amit például a Barci Róbert tartott. Amiből tulajdonképpen nem derül ki semmi ha meg lehet nézni azt, ami a csatornánkon is van, az csak egy példa, hogy egy játékos ügynök, például az Eszterházi Marci, tényeket dolgoz föl. Tényeket mutat be, mond el, és hoz nyilvánosságra egy szakmai vezető pedig csak lózungokat ismételget. Hogy ezt mondta az UEFA, azt mondta az UEFA, azt mondta az UEFA, a FIFA és a többi, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy nekünk van itt egy Magyarországunk, és a környezi országokat kell figyelembe venni nekünk, mert egyelőre ők a közvetlen riválisaink. Mind az ország anyagi lehetőségeit tekintve, létszámát tekintve, nekünk őket kell Isten igazából monitorozni, nem pedig az Angliát, Franciaországot, Németországot nekünk. Egyelőre itt kell régióvezetőnek lenni, aztán majd koketálhatunk azzal is, hogy nyakonvágjuk, nyakonvágjuk bajnokság szinten is későbbiekben a nyugati országokat. Angliát soha nem érjük utol. Soha. Ezt most mondom. Tehát klubszinten soha az életben nem fogjuk oda, oda utolérni létszám tekintetén gazdaság miatt, és a többi. Nekünk maximum az adatik meg, hogy kitermeljünk egy-egy jó játékost, és azokat mondjuk a Premier League beadjuk. A magyar bajnokság képes arra, hogy a nyugati országok közül egy ilyen Belgiumot, Luxemburgot, Ausztriát ilyeneket nyakon vágjon, vagy esetleg jobb legyen náluk de klub szinten nem fogjuk tudni azokat a lehetőségeket elérni, ami például mondjuk a Premier League-ben van, amíg legalábbis ebben a formájában van. Hogyha mindenki egyforma pénzzel rendelkezne, azt azért megnézném, de ez... De ez meg nem lesz ne, így Ez még nem, nem nagyon lesz, Igen. amíg ekkora üzlet a foci. Igen. Tehát nekünk erre a régiónak kéne koncentrálni, és nem pedig a német bajnokságra, nem pedig az angol bajnokságra, most szakmai szintre gondolom, de klubfelépítésre hanem nekünk azt kéne megnézni, hogy a régiónkban mi történik, itt legyünk mi a, a góri. Igen. Igen, hát mert csak egy nagyon egyszerű dolgot nézzetek meg, <laughs> e, az én mindig kifogásoltam, hogy vagy 9 kor vagy 9-kor kezdődnek a mérkőzések. Az nekem megmondom őszintén, hogy nekem későn van. E, jó, lehet ezért zúgni, de akkor. Na de ez a itteni kilenc -9, 9 az Párizsban, Londonban, Madridban, vajon hány órát jelent? Tök kényelmes időpontot, ugye? Már csak ez is oda van belőve. Jó, de miért? Azért, mert ott van a több pénz, és hogy ahol a több pénz van, tudod, kis pénz, kis foci. Tehát azért ebbe van valami, bár állítólag ez nem hangzott így el ebben a formában, de most ezt hagyjuk is. Viszont térjünk a fradira rá. Mert ugye azt mondtuk, hogy, 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 hát itt azért önbecsapás az, hogy majd akkor szereznek pontokat. Mert egyébként hiába szereznek pontokat, annyit már nem fognak tudni, hogy az én véleményem szerint, hogy És aki tovább jussanak, igen, a rájátszás körbe akár, de legyen úgy. Viszont a Fradinak ugye van egy otthoni mérkőzése, november 28-án a Malmö ellen, majd kibe látogatnak december 12-én, hát legalább ott egy kicsit melegebb van. Január 23-án Frankfurtba látogatnak, illetve január 30-án az Alkmárt fogadják, és én valahol azt olvastam, nem számoltam utána, de bőven el tudom fogadni több helyen is, hogy négy ponttal ez abszolút tovább jutó. Én most így. Most, így... Hogy ebből lehet-e négy pont, vagy nem, azt mindenki döntse. É Az én véleményem szerint, ugye nincs nálam a bölcsek köve hogy a két skandináv csapattól sokkal jobban tartok, mint egy Szalonikitől, vagy egy Frankfurttól. Meg is mondom miért, mert ezekkel nekünk nincsen szerencsénk. Ezekkel, a, ezekkel a, mondjuk az Ákmárt ide sorolom a skandináv csapatokhoz bizonyos szempontból, azért, mert a holland úgymond kis csapatok ilyen skandinávos focit játszanak. Tehát a Malmö és az Alkmár, az, az valahogy nekünk így, így nem, ő nekik nincs ez a, a skandiná foci, tudod ez, ez meg a... Olyan Hazai... ő, ő ismerheti, házi, pályát, ő tehát ismerheti ezt, viszont ugye a szalonikéről lehet tudni, hogy milyen focit fog játszani, mint általában a, a görögök. A Frankfurt pedig egy, egy új hullámos német csapat. Sok szempontból. Tehát velük ő, 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 ők tudjuk. Ő, ők biztos, hogy erősebbek, mint a Fradi a Mámőről nem, nem mondom azt, hogy annyival erősebb, mint a Ferencváros, az Ákmáról meg aztán pláne nem gondolom azt, hogy annyival fölött állna a Fradinak, mint például az Eintracht. Nem szabad feltartott kezekkel odállni. Én azt gondolom, ebből a négy csapatból ö, négy pontot szerintem ki lehet sajtolni. Hát igen, hogyha a, az, az, eddigi eredményekből indulunk ki, ugye azért a Nidza elleni igen, pontok, bár... Tehát, hogyha azt mondjuk, meg egy kiütéses győzelem tulajdonképpen a Kiev ellen, ö, igazából mondhatjuk azt, hogy de ugye azt sem szabad, hogy ja, hát ma mő, verjük, ó, hát a görögök, hát mi van, ha nincs kedvük jár? Tehát, hogy szóval nem, ez, ezt, felejtsük el, tehát igen. ez a Fradi jelen pillanatban a mindent egybevetve ebből a négy csapatból a leggyengébb. Tehát maradjunk. Tehát, hogy az biztos, hogy akikkel ezután fogunk játszani, most minden tekintetben, a számok alapján azt mondom, hogy gyengébb. Uh -huh. de, de ki, ugye túl tud lépni az árnyékán a Ferencváros, és nagyon remélem, hogy Jánzen irányításával megmaradunk ezen ezen az útvonalon. De de szerintem lehet szerezni négy pontot. Én, én azt gondolom, hogy ha eddig, eddigiekből indulunk ki, és, és tényleg hiszünk benne, akkor, akkor meg lehet. A Fadi már nem egyszer bebizonyította, ráadásul az elmúlt időkben, nem is messze, azt gondolom, hogy ö, ö, meg tudja oldani meg tudja ezeket a problémákat. Most nézi a Szabi most ö, a játékos keret, ugye, a játékos uh -huh. keretet tekintve, például a Málmű gyengébb a Ferencvárosnál. 37 millió euró, a Fradi olyan 59-60 millió euró. Igen, egyébként eléggé. Na, fene oh. egyem már meg, hogy. Annyira okos a gépem, hogy okosabb, mint én természetesen. Hogy azért itt a legértékesebb játékosok egy 21 éves ö, játékos, ö, mm, illetve én érzhetem, hogy ez egy fiatal csapat. De, Huszon, na, 28 éves az igen. átlag életkor, úgyhogy hogy, nem is annyira fiatal csapat. Igen, csak az, hogy az értékesebbek általában inkább fiatalok. Na de! A lényeg a lényeg, és én összegezném itt a mondani valót mára. Sajnos egy olyan helyzetben vannak most Kijevben, illetve hát felé úgy általában, amely helyzet rámutat arra, hogy korábban, illetve részben ma is, hogyan nem szabad nekünk csinálni a dolgainkat, és hogyan nem szabad viszonyulni a, a futballhoz. Megjegyzem az ő helyzetüknél, fogva érthető, hogy ez van, tehát hogy nem semmi hibáztatás vagy bármilyen esméről szó nincsen, és ebből tényleg tanulunk el, és ö, ö, nem szabad elkövetnünk nekünk is azokat a hibákat, amiket a múltban egyébként mi is elkövettünk, és most szembesülünk azzal, hogy igen, és ezek léteznek most is egyrészt. Másrészt pedig a másik oldalról azt tudom mondani, hogy ha megnézzük, itt nem véletlenül soroltam fel, hogy hány helyen lépnek majd egyébként Európa szerte pályára magyar játékosok. Ez azért jó, és egyre jobb lehet. Nem véletlenül említettük a tegnapi mérkőzést a fiatal magyar edzőkkel, illetve azért mondjuk egy Kovács Réti. Meg úgy még egy pár játékost azért úgy említetek az MTK-ból is. Azért úgy, úgy szintén nagyon biztató, úgy, hogy vannak nagyon jó dolgok, vannak nagyon jó irányok. Ezeket nem kell most el cseszerinteni, olyan dolgokkal, amiket meg nekünk tükörként megmutattak a kieviek. Sokkal nagyobb türelem és hittel kell lenni a fiatalok felé. Próbáljunk túllépni azon, hogy hányszor lettünk átverve. De azok, azok, akik most színre léptek, ezek a fiatalok, ti már, Dávid, többek között a, a, MTK vezetőedzője, a Csenger, igenis ezekben a srácokban hinni kell. Amit, tehát nem tudnak, nem tudnak ö, fölmutatni semmit, mert nem volt lehetőségük idáig. Tehát nem jutottak hozzá. Ha meg folyamatosan már előre leugatjuk őket, akkor, akkor meg nem lesz kedvük. Én, én sem, nekem sem lenne úgy kedvem, hogy akkor állok munkába, és már az adott egy szar. Tehát, hogy, szor. Hát, hogy még, még, nem csináltam semmit, de csak azért, mert nem hívnak Csankjánosnak, vagy, vagy, vagy Gele Imrének, vagy akárkinek. De várjál, ez tulajdonképpen miért? Hogyha mm, ö, egy olyan edző, aki már százszor betlizett, újra betlizik, hát az a természetes, nem? Hát igen, igen. De akit, akit, aki, aki most mutatkozik be, vagy aki fiatal, attól meg rögtön elvárjuk azt, hogy ő, ő soha ne csinálja ilyet. Ettől egy picivel nagyobb türelemnek kell lenni, én azt mondom. És az igaz, és akkor ö, ehhez is várjuk a hozzászólást, hogy hol van az a pont, ugye? Amikor azt mondom, hogy igen, megadtam a türelmet, igen, bizonyítsál, de nem. Feltétlenül fog mindenki tudni bizonyítani. Lehet például most, és nem lesz szólás. Lehet, hogy a, 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 a Gerazoli tényleg nem alkalmas edzőnek. Nem tudom. Én ezt nem tudom persze megállapítani. Ö, az is lehet, hogy olyan helyzetekbe került azzal, hogy beugróként csapatokat vállalt, amit ő nem tud kezelni. Egyébként, hogyha ő tudna szeretne egy csapatot, egy felkészüléssel, stb., akkor lehet, hogy tök más volna. Hát az biztos nem a kecskeméti egy csapat lenne. Én nem tudom eldönteni ezt, ugyanakkor több türelem kell, és pont ezért kell több türelem a klubvezetéstől, tulajdonosoktól is, mert ha megnézzük, ahol türelem van, ott van a játék. Lásd például a tegnap meccset, és még egy pár csapat szerencsére most már van ilyen. Úgyhogy... De de ami legfontosabb lenne, az, amit a csenger is kiemelt. És a nagyon-nagyon fontos lenne, nem csak a szurklóktól kell türelem, hanem a szakvezető, szakvezetés viszont legyen őszinte. Persze. Mert enélkül nem fog menni. Akkor hiteles, hogyha elmondja, hogy kérem, nem leszünk bajnokok. Viszont ebben az évben ez is, ez is, ez a cél, és folyamatosan megy a kapcsolattartás, elmondja a részeredményeket is, hogy, hogy, hogy látszódjon, hogy milyen munka folyik. Tehát azt nem lehet csak úgy csinálni, még akkor is, ha jó munka folyik, hogy nem mondunk semmit, hanem legyenek bemutatva a részeredmények is. Ez nekik is jó, egy visszaigazolás, hitelességi visszaigazolás a szurkolók felé, hogy kérem, ezt terveztük, ez a célunk, egyelőre itt tartunk. De akkor azt mondjuk el, hogy nem itt tartunk, mert nem itt, hanem itt tartunk, és ennek őszintének kell lennie. Így van, és akkor nagyon jó, mint mondasz, mert akkor el van varva az a száll, amit én az előbb nem tudtam elvarni, hogy hol van az a pont. Hát ha van egy igazadási pont, mert elmondja a klub, hogy mit szeretne, mit tervez, elmondja, hogy ehhez képest hol áll, akkor majd el lehet dönteni, hogy ehhez képest én hogy viszonyulok a, ehhez az egész dologhoz. Ezt, de ez csak akkor, ha az az alapstratégia vagy alap kiindulási állapot az olyan, mint most egyelőre Diósgyőrbe, ahol még nem tudjuk, hogy ez a projekt sikeres lesz, vagy nem, ez nagyon fontos, de úgy indul el a dolog, amit szerintem a szurkolók többsége eddig ö, el tud fogadni, és bőven egyet tud vele érteni. A, szerintem a Diósgyűr szurkolók is. Aztán, hogy odaírják ö, kommentbe, és írják is oda, ha ezt gondolják, hogy ó, láttam én már falon pókot, meg majd meglátjuk, hogy valósul meg, meg vannak kéteim, persze kell, hogy legyenek. De erre való az, hogy majd a klub a későbbiek során elmondja, hogy hol áll. És akkor majd elindulhat végre egy tényleg létező párbeszéd, mert vannak olyan klubok, nem Magyarországon, hanem ott, ahol már mindent megoldottak például, hogy tényleg van valós kommunikáció a klub és a szurkolók között, és senki nem gondolja azt, hogy a szurkoló ne ugasson bele, mert ő neki se pénze, semmilyen nincsen benne, mert erre nem jogosult, és pont innentől kezdve kussoljon. Aki ezt mondja, az nem ért hozzá, vagy hazudik. Na, de pozitívan fejezzük be, ugye? A nemzetközi szinten is, és itthon is, hajrá magyarok, és hajrá szurkolók! Hajrá magyar foci! Sziasztok! Sziasztok!